Rendkívüli filmpremierekkel készül a közmédia az ünnepi időszakban. A Dunán mutatják be először az Ida regénye című romantikus filmet, az Aranybulla sorozatot és a Keleti Ágnes olimpiai bajnokról szóló dokumentumfilmet is. Az MTV a kiemelt célja, hogy saját felületein mutathassa be először a hazai filmeket, ezzel is népszerűsítve azokat. Ő itt Balogh Csaba úr. A férjed. Részlet Gárdonyi Géza Ida regénye című romantikus művéből készült filmből. A teljes alkotás hamarosan látható lesz a Duna csatornán. December 23-ától pedig több filmpremiért is láthatnak a nézők. Az Aranybulla című hat részes sorozatban például olyan tényekre is fény derül, amelyről eddig nem szóltak a történelemkönyvek. Soha még ilyen hatalmas tömeg nem ünnepelt. Januárban az olimpiák történetének egyik legeredményesebb magyar női sportolója, a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, Keleti Ágnes rendkívüli életét bemutató dokumentumfilmmel folytatódnak a premierek. Széles tenyerű feje nagy. Petőfi Sándor a Helység kalapácsa filmes adaptációját is a Duna mutatja majd be január 22-én. Kényszeríteni fogják Magyarországot a békefeltételek elfogadására. A sort egy dokumentumjátékfilm zárja majd január 31-én. A Béke a nemzetek felett című alkotás arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mi történt a Franciaországba érkező magyar delegációval 1920. január 7-e után, a trianoni békediktátum előtti hónapokban. Idén eddig több mint 1200 filmet vetített a közszolgálati média, amelynek több mint a fele magyar film volt. A cél az, hogy az arányok még jobban eltolódjanak a magyar filmalkotások felé, és erre azért van remény, mert az elmúlt éveknek köszönhetően, és a mostani Nemzeti Filmintézeti munkának köszönhetően egyre több remek filmalkotásra van reményünk, amiket szeretnénk, hogy a jövőben premiérfilmként itt a Dunán menjenek majd le. A csatornán keresztül pedig nem csak a Magyarországon élőkhöz, hanem a magyarság szélesebb köréhez, külföldre is eljutnak ezek a filmek. Ezt már K.L. Csaba kormánybiztos mondta, kiemelte a közmédia a Magyar Filmintézet számára egy nagyon jó megjelenési felület. Közös stratégiai célunk az, hogy a magyar kultúrát, a magyar értékeket minél szélesebb körbe feldolgozzuk. Itt ugye azért elég komoly adósságunk van, mert rengeteg történelmi esemény, rengeteg nagyon fontos sors, történelmi személyiség, művész, tudós, sportoló élete nem került még filmre. Viszont a Nemzeti Filmintézetnek ezek kiemelt projektjei. Az MTV a vezérigazgatója pedig úgy fogalmazott, a cél, hogy a magyar filmeket elsőként a közszolgálati média mutassa be. Közmédia szempontjából kiemelten fontos, az a nem csak társadalmi, hanem film szakmai felelősségvállalás, hogy az elkészült új filmeket először televízióban, a mi csatornáinkon láthassa a néző, és rendkívül örülünk neki, hogy ez a folyamat elkezdődött, és nagyon reméljük is, hogy ez folytatódni is fog, és ezen sokat dolgozunk is. A következő hetekben megjelenő, eddig soha nem látott exkluzív filmeket a nézők természetesen reklámmegszakítás nélkül láthatják majd.